Megszavazta a dombóvári képviselőtestület, hogy a város belépjen a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulásba. Egy jogszabály miatt ezt még nem lehet most azonnal megtenni. Leghamarabb 2020 nyarára válhat újra egységessé a térség településeit összefogó szervezet, de az első lépések már megtörténtek. Ezen túlmenően szociális ügyekben is döntést hoztak a képviselők, ahogy ezt már korábban is megtették. Azt gondolom, hogy november 27-én hoztunk egy olyan döntést, hogy a 65 év feletti dombováriaknak már nem kell komolyanásatot fizetni. Eddig 65 és 70 év közöttieknek 50%-ot kellett. Azt gondolom, ez egy nagyon szép karácsonyi ajándék. Ugyancsak 2020-ban lesz meg hatása, de azt gondolom, hogy ez minden dombovári számára, aki betölte a 65 életévét, kedves. Tárgyaltuk az átmeneti egyszeri támogatás lehetőségét is, ami ugye rendkívüli helyzetek kezelésére van. Ez eddig 2x5-2x4 ezer forintot jelentett, azaz 18 ezer forintot, és négyszer kellett lehetett igényelni. Úgy gondoltuk, hogy csökkentjük az adminisztrációs tereket, évente kétszer lehet igényelni, de hogy az adminisztrációs terekben megtörténő csökkenés, ami nyilván a humán erőforrás oldalra jelentkezik, megteremtette a lehetőségét, hogy a 18 ezer forintról 20 ezerre emeltük ennek a támogatásnak az összegét. A bérek a városi alkalmazottaknál nem emelkednek jövőre, viszont biztosan nem is csökkennek, amit Pintér Szilárd polgármester mindenképpen eredménynek tart. A Kánál nem lesz itt, és kedves kollégáimmal volt utolsó ebédünk pénteken, és azt mondtam a kollégáimnak, hogy jó hírre nem tudok szolgálni, de azt gondolom, hogy az nem rossz hír, hogy az illetményi alapot, amely 2019-ben volt, 2020-ban is meg tudjuk tartani. 2019-ben erre pályázni kell, és a pályázati kiegészítés mentén tudtuk az illetményi alapot eltéríteni az eredetiről. 2020-ban ez a pályázati lehetőség már nem él, ugyan többletforráshoz jut az önkormányzatunk, és már a mai ülésen döntöttünk, hogy ezt továbbra is a kollégáink jövedelmére felhasználásra fogjuk biztosítani. Nyilván a törvény megvan, tehát minimálbér emelkedni fog, akinek eddig el volt érítve az illetni alapja, azt 2020-ban is meg fogja kapni. Tehát még egyszer mondom, nem jó hír, emelni nem tudtunk, de senkinek nem fog csökkenni a jövedelme 2020-ban sem. Kommunikációs témákban is döntött a testület, Dombóvár a jövőben bekerül a Kaposmenti újságba, amit majd Dombóváron is eljuttatnak minden háztartásba, és marad a november óta hetente jelentkező Kaposmenti magazin is a Tolnatáj televízió műsorán. Novemberi első ülésünkön már lehetett látni, hogy abszolút kell változtatnunk az alaphelyzeten. Belefogtunk egy számháborúba, 50-30-40 millió. 2016-17-18-ra legyűjtötte pénzügyről a vezető, kommunikációra minden évben 40 millió forintot meghaladó összeget költöttünk. Nyilván abból az állapotból adódóan, hogy kértük csatlakozásunkat a Kaposmenti Társuláshoz, ahol már több mint két éve sikeresen működik egy Kaposmenti újság. Mi ebben az újságban hónapra-hónapra szeretnénk megjelenni, és csatlakoztunk az újsághoz. A Kaposmenti magazin szintén a Tolnatáj TV-ben hosszú évek óta már sikeresen megy. Ott a két heti megjelenést átváltottuk heti megjelenésre. Minden kedd este 8:30-kor egy Kaposmenti magazin kerül adásba, és nyilván a megyei híradóban is meg fogunk jelenni. Azt gondolom, hogy nem szabad annyira homokba dugni a fejünket, hogy a megyei újságtól elzárkózzunk, és hadat üzenünk nekik is. Velük kötöttünk egy 600 ezer forintos keretszerződést, amelyet remélem, hogy kellőképpen is kellő hasznosságot tudunk elkölteni, és nyilván már úgy szerződtünk velük, hogy azt az előnyt megkaptuk, minden egyes megrendelésünkben 30% kedvezményt fognak adni. Pintér Szilárd egyik első intézkedése volt megválasztása után, hogy a folyamatban lévő városi beruházásokat, pályázatokat leállítatta, ameddig át nem nézik a helyzetet. A polgármester azt mondja, most arra valamennyi szereplővel tudtak beszélni, megegyeztek a közreműködő szervezetekkel és a kincstárral is mindenben, így a munka január 6-ától mindenhol újraindulhat. Városi fejlesztések tekintetében az elmúlt két hónapban áttekintettünk minden pályázatot. Azt gondolom, hogy elérkezett az a pillanat, amikor újból tudjuk indítani őket, hiszen tiszta lappal indulunk. Tudtunk beszélni a leendő kivitelezőkkel, műszaki ellenőrök és az összes szereplővel. Nagyon fontos, hogy a közreműködő szervezetet is eljutottunk Szeszkárral és a kincstárral is megegyeztünk mindenbe. Azt gondolom, hogy egy picit rápihenünk, és január 6-án megnyomjuk a gombot, és 2020-ban dübörögni fog az önkormányzat.